Az első fontos kérdés, hogy hogy néz ki jól egy tetoválás, vagy testen való elhelyezés. Azt gondol az ember, hogy jó, egy fajn tetkó, feldobjuk valahova, egy plecsni valahol, és akkor szépen kidolgozzuk, több profi tetoválás. De egyetlen jól néz az ki az emberen? Megy az utcán, jól néz ki rajta? Tehát mondjuk egy portrét, ha édesanyjának a portrét felrakjuk ide könnyékre. Lehet egy fotó jól néz ki, ráadásul nehéz is feltetoválni, tehát nagy szó, hogyha valakiről fel tudja tetoválni, de biztos, hogy mindig mindenkinek oda kell feltetoválni? Nem hiszem, mert elhelyezésbe, tehát nyúlhat a bőr úgy, hogy csúnya is lehet mondjuk a halott édesanyja. Persze van, aki oda kéri fel, akkor feltetováljuk oda, ritkán szokták kifejezetten oda kérni. Az elhelyezés szempontjából egy ilyen portrénál például nagyon jó, hogyha olyan helyre kerül, ha csak nem valami vicces portré, hogy a testen nem torzul szerteszi. Ebbe, tehát hogy a mozgás folyamán nem torzul el. Felsírom ide, hogy hogy néz ki jól egy tetoválás. Zárójelben. Testen való elhelyezés. Oké. Legelőször Guy Hutchinsont, egy komoly tetoválómestert hívunk segítségül. Ez és ez a kép, ami igazából segítségünkre lehet. Ez a másik kettő, ez inkább egy kicsit ilyen negatív példaként rajzolt az úriember. Jól néz ki, hogyha testre igazodik valamilyen szinten így ezek a vonalak, nem pedig csak így, mint egy rács van rajta a testen. Tehát, hogyha ezekhez a vonalakhoz esetleg igazítunk, akkor már tuti, hogy az a, teszem azt, non-figuratív testen jól néz ki. De hogy is működik ez valóságban? Tehát ezek ilyen példák arra, hogy teszem azt, erre a vonalra való igazítással jól néz ki egy tetoválás. Első körben kell valamiféle méret. Hát teszem azt, idejön egy úriember, és azt mondja, hogy egy várra, egy vádlira, egy hátra, mellkasra, ide-oda szeretni tetoválást. Vegyünk egy példát. Jön egy úr, és azt mondja, hogy ő neki a karjára kell egy tetkó. Itt a nyak, váll, csukja izom, váll izom, mert tricepsből valami látszik, itt a szemből itt a véna, teszem azt. Így, itt van a hónajnak a rezője, és itt a váll izom, mellbimbó, és erre így. De azt mondja az ember, hogy neki kell innen, idáig egy tetkó. Az én feladatom az, hogy kiderítsem, hogy igazából ugye, hogy helyezzem el rajta, és hogy az egész, hogy hogy néz neki jól végeredménybe. És a legelső kérdésem az, hogy mekkora tetoválás kell neki. Fogom magam, innen ránézek, körülbelül így derékszögben az emberre, és megpróbálom oldalról bejelölni neki a függőleges vonalat, ami általában, hogyha oldalról nézzük, akkor egy, ugyancsak itt a véna, a könnyék, a vállizom, sematikusan arról ott a nyak, mellkas, stb. Itt a vállizom, ugye, ez valahogy mindig egy picit így ívbe jön, és én szeretem itt erre az izomra, egy hajszálnyira ráfordítani,
Ugyanis szerintem a testtel a függőleges valahogy így helyezkedik el. Ezáltal, és nem pedig így egy sima függőleges, ezáltal egy olyan vonalat kapok, ami akárhogy mozog az illető, akárhogy mozgatja a testét, buszon kapaszkodik, autót vezet, a zsebében kutlászkodik, valamit keres, bármi. Tehát nem egy egyenes torzul el görbévé, hanem egy szépen ívelő, testre igazított ív hajladozik. Lehet érezni biztos a különbséget a két szó között. Hajladozik a testén, tehát valójában rá van igazítva, és ezáltal tuti, hogy ez egyenes, ha én egy egyenes vonalat kérnék, és azt tetoválnám fel, akkor ez az egyenes vonal minden pozitúrában, a nap minden szakában jól mutatna, és úgymond ez egyenes, ez mindig egy megfelelő, tehát egy szépen odaigazodó ívben állna a testen. Ebben biztos vagyok, akár ki is próbáltad, egy fésztola húzol magadnak egy egyenes vonalat. Egész nap viseled, néha itt-ott megnézed magadon kirakatod, a tükrébe, stb. És azt fogod látni, hogy igenis jól néz ki, tehát jól áll. Oké, és megkérdezem az illetőt, mert hát ugye természetesen ránézek innen is, tehát innen is úgymond én a karra állok a testre merőlegesen, és a karhoz állok, tehát nem az ember arcával állok egyenesen, hanem magával a karral, és a véna, és itt a hónaj környékén valahol itt jön egy ugyancsak egy függőleges, ami szemből itt a válizom, ez ugyanezeket nézzük, ami szemből itt a mellkas, csont, véna ugyancsak itt jön. Ugye, hogyha szemből állunk, akkor valójában nem is nagyon látszik ez a vonal, mert itt van oldal. Talán itt a alsó része valamilyen szinten látszani is érdemes, és a kar egy picit, hogyha megnézzük, így befelé fordul. Tehát valójában ez az egyenes, most én nem látom, hogy magamnak, de valahol erre tart, erre az izomra. Hogyha arról nézzük, akkor kerül a központba, a centrumba. Még ezek a részek oldalról nézve kicsit egy hajszányival szemből talán egy olyan 11 néhány százalékról, hogy amikor az emberrel szemben állók találkozzanak a tetoválás legfőbb vizuális effektjeivel. Tehát igazából a tetoválás hátulról is lehessen látni, természetes, stb. De valahogy mégis én úgy érzem, hogy kicsit szemből érdemes nézni, vagyis hogy kicsit úgy oldalon, hogy picit szögből érdemes nézni, amikor ezt a vonalat keressük. Ez valahogy, tehát ez a magyarázatban nem tud szolgálni, de az a helyzet, hogy én ezt így szoktam a legkönnyebben megtalálni, ezt a szépen ívelő, majdnem, hogy teljesen függőleges hívet.